A Janus Pannonius Múzeum és a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria közös csontváry 170 időszaki tárlata a fővárosi kiállítás után most ismét Pécsen látható a Janus Pannonius Múzeum Csontváry Múzeumban. A festőgéniusz műveit legnagyobb számban őrző két közgyűjtemény anyagából összeállított tárlat 3 hónapig nagy sikerrel a Szépművészetiben volt látható. A budapesti zárás után az életművet átfogóan bemutató közös kiállítás Pécsre az idén 50 éves Janus Pannonius Múzeum Csontváry Múzeumba érkezett. Többek között dr. Víg Anna Mária, a Szépművészeti Múzeum általános főigazgató helyettese nyitotta meg a kiállítást. Bán László főigazgató úr ötlete, gondolata nyomán indult ki ez az együttműködés, amit a városvezetés nagyon nyitottan fogadott. Az a gondolat munkált főigazgatóban és mindannyiunkban, hogy a 170 éves évfordulót egy méltó módon ünnepeljük meg, és úgy gondoltuk, hogy erre a legjobb alkalom az, hogyha a két intézményben található jelentős gyűjteményi darabokat együtt mutatjuk be. A mintegy 40 művet felvonultató kiállítás tisztelgés a magyar festészet történetének egyik legeredetibb és legismertebb alkotója előtt. A megnyitónk ő Halmi Andrea, a Janus Pannonius Múzeum kommunikációs vezetője és köszöntőt mondott. A Szépművészeti Múzeumon csaknem 200 000-en látták ezt a kiállítást, ami a művész születésének 170. évfordulójára készült. A két legnagyobb közgyűjtemény, pontosabban az a két közgyűjtemény, aki a legtöbb művet őrzi, ők rakták most össze az anyagukat, úgyhogy itt sem csak a mi állandó kiállításunkból már ismert képek láthatók, hanem kiegészültek az eddig a Nemzeti Galériában őrzött műtárgyakkal. Úgyhogy nagyon izgalmas kiállítás láthat, aki eljön hozzánk, és azoknak is ajánlom, akik esetleg már látták Budapesten, hiszen itt más rendezésben máshogy rezonálnak egymásra a képek. A Szépművészeti Múzeumban utoljára 60 évvel ezelőtt 1963-ban nyílt kiállítás Csontváry műveiből, a Baranyai székhelyen pedig a Janus Pannonius Múzeum Csontváry Múzeumban látható alkotások első alkalommal egészülnek ki a fővárosi gyűjteményben őrzött művekkel. A két intézmény egyesített gyűjteményének köszönhetően együtt lesz látható Csontváry híres önarcképe és magányos szédrusa, a nagyméretű Taorminai Görög Színház romjai című alkotása és a Nagy Tarpataka Tátrában című festménye, ahogy a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban és a Jajcei vízesés című művek is. Az eseményen Lantos Zoltán hegedű művész és a Hágen Mozgásműhely működött közre. Az együttes tárlatot 2023. november 5-ig szintén 3 hónapig láthatja a városban a nagy közönség.